Köszöntöm a kedves nézőket, és köszönöm, hogy ebben a világpanoráma számára szokatlan időpontban tisztelnek meg figyelmükkel. Rendkívüli világpanorámát látnak, mert rendkívüli a helyzet is. Hol kezdjem? Pályám elején, még az 1980-as években, a szovjet megszállás idején a budapesti szovjet nagykövetség jelengetett fel. Mostanában pedig az izraeli és az USA nagykövetség. Idősebb panoráma nézőim még emlékeznek, hogy 1991 nyarán a délszláv háború elején igyekeztem felhívni egy szegény kis református magyar falura, a szlavóniai horvátországi Kórógyra a figyelmet. Szerb csetnik martalócok ostromgyűrűjében szinte teljesen védtelen maradt ez a senkinek nem vétő falucska. Azok, akik most engem gyaláznak, már akkor 91-ben elkezdték ellenem a gyalázkodást. Pedig szó sem volt háttérhatalomról, Gázáról, szeptember 11-éről. Csak egy kis magyar község, magyar közösség megmentéséről volt szó. Nem lepleztem én még akkor le a globális háttérhatalom ármányait, kiszolgálóinak aljasságait. De már azt sem bocsátotta meg ez a bagázs, mert ők a szerbek Milosevic oldalán voltak. Rám is támadtak aljasul. Aztán később egyikük nyilvánosan bocsánatot kért tőlem, éppen a Népszavában. Arra hivatkozott, hogy félretájékoztatták. Én azt hittem akkor, hogy a magyar ügy minden magyar ügye, minden magyart összefog, összetart. Nem láttam különbséget magyar és magyar személyazonosságival rendelkező között. De nem, attól kezdve viseltem a bélyeget. Amidőn 1994-ben visszatértek a szocialisták, és bár abszolút kormánytöbbségük volt, mégis össze kellett állniuk a liberálisokkal, a magyar televízióban eltiltottak a műsorvezetéstől. Aztán 1999-ben az első Fidesz érában ismét vezethettem a panorámát azokkal együtt, akik közül az egyik most, bár én mellette kiálltam akkor, mert emberi, nem pedig párt és ideológiai szempontok vezettek, nos, most aljasul megtagadott. Abban az időben kaptam volna egy újságírói kitüntetést is, de persze a szoclip többség leszavazott az illetékes bizottságban. Később az az ember, aki a mérleg nyelve volt, elnézést kért tőlem. Bár korábban azt mondta nekem a Jelcinnel készített interjúm után, hogy azt tanítani lehetne. 2002-ben visszajöttek a szocik és a liberók. Gyermekkori példaképemet, ifjúkori mesteremet, majd főszerkesztőmet, azt az embert, aki a magyar televízióhoz hívott, Krudinák Alajost, akkor már teljesen mellőzték, kiszorították. Akkoriban csak én adtam helyt örömmel nagyszerű alkotásainak a még általam szerkesztett panorámában. Számomra ez természetes volt, még ha újabb gyűlölet hullámot is szabadítottam magamra. Én háborúkban edződtem, harcmezőn, ott, ahol az ember megmutathatja éles helyzetben, mit is érnek a fotelben tanult elvek, a képernyő előtti kényelemben. 2004 elején Krudinák helyszíni riportot hozott Palesztinából, az izraeli kormány által a palesztinok ellen és a palesztinok földjén épített borzalmas falról. A szoclip cenzúra arra akart engem rávenni, hogy hagyjam ki az anyagot. Gondolhatják, hogy ez számomra nem csak szakmai, de becsületbeli ügy is volt. Azt feleltem, ha a riport kimarad, én sem vezetem a panorámát. Végül hosszas herce urca után a riport lemehetett, de másnap reggel a szoclibek engem letiltottak ismét a panoráma műsor vezetéséről, Krudinákot pedig hamarosan nyugdíjazták. Akkor mondtam az egyiknek, aki most az én Táncsics díjam miatt gúnyosan visszaadta a magáét, hogy Laci, tennünk kell valamit, különben a legsötétebb Rákosi korszak jön el. Mire az engem most megtagadó válasza annyi volt kimért hűvösséggel, old meg magad. Utána a szerkesztőségi értekezleten, az én kivégzésemkor pedig még azt a tanácsot adta, hogy az ilyen eseteket elkerülendő mindig kell, hogy legyen tartalékanyag.
partvonalra szorítva végül lehetőséget kaptam a Duna televízióban, ahová már évekkel korábban is bedolgoztam külsősként. A híradó és a napi háttérműsor főszerkesztője lettem. De mert nem voltam hajlandó egy követ fújni az akkori vezetéssel, és persze, hogy csalódtak bennem, mert azt hitték, bandatag leszek, elkezdtek nyírni. És mert egyik párthoz sem tartoztam, végül senki nem állt mögém, és eltávolítottak a Duna TV-ből. Igaz, nem voltam hajlandó aláírni olyat, ami a lelkiismeretem ellenvaló volt. A nemzet intézményét az akkori vezetés egyszerűen átpasszolta a szociknak és a liberóknak, és a velük tartó akkori MDF-nek. Én útban álltam, nem tudtak beszervezni, hát kinyírtak. Megszoktam, megedződtem. Másfél évig voltam munkanélkül a Duna TV után, mielőtt ide az Echo televízióba kerültem. Akkoriban már indulása óta a Metro című lap vélemény rovatának külső szerzője voltam. Főszerkesztőjét ismertem, ő keresett engem, és bár balra húzott, de nem volt liberális, és kendőzetlen, értékelendő őszinteséggel mondta, hogy mivel teljes túlsúlyban vannak a liberális véleményírók a Metrónál, engem, mint jobboldali, nemzeti oldali hírűt kérne, hogy írjak. Miért ne? Véleményem megjelenhetett. Pártag nem voltam, pártos sem, csak a nemzetem és hazám érdekelt. Minden lehetőséget meg kell ragadni, minden fórumot ki kell használni ügyünk terjesztésére. Írtam, nem volt gond, leközölték. Igen ám, de a Metrónál is erősödött a liberális vonal, és a bulvár métej kezdte ellepni. A népbutítás beindult. Az én írásaim, közben már magamra maradtam, mert a másik nemzeti érzelmű szerző elhalálozott, szóval az én írásaim nagyon kilógtak már az akkori Metróból. Bár szerették az olvasók, egyszer a főszerkesztő még azt is mondani merészelte, hogy majdhogy nem engem szeretnek a legjobban. Jó, aztán ahogy az Echo televízióban elkezdtem a világpanorámát, megfagyott körülöttem a légkör, ha nagy ritkán külsősként bementem a Metró szerkesztőségébe. Volt, aki közölte velem, hogy átkapcsol az Echo-n. Kérdeztem, akkor honnan tudod, mi hangzik ott el? És volt, aki nyírt kegyetlenül. Amikor a főszerkesztő nyilván nyomásra visszaadta egyik cikkemet, kérdeztem, nem problémáztam, majd írok másról. A mérleg jegyében születtem, szeretem az egyensúlyt, a kiegyezést bizonyos határig. Hát ez a határ hamarosan el is jött, mert a másik cikkemet is visszadobta a főszerkesztő. Ez már érthető üzenet volt. Én megszabadítottam őt a tehertől. Én magam mondtam le arról, hogy ezentúl írjak a Metrónak. Megkönnyebbülten elfogadta. Még meg is köszönte. Később aztán, hogy elvégezte dolgát, őt is kinyírták. Ugyanazok. A sors fintora, hogy a most Táncsics díjukat visszaadó közül az egyiket még jóval előttem tanácsolták el a Metrótól. Természetesen nem nemzeti cikkei, hanem nagyon elfogult liberális politizálása miatt. 2010 elején a Magyar Újságíró Közössége, Kósa Csaba, ki ott volt a lakitelki sátorban egykoron, fölterjesztett Táncsics Mihály díjra. Tudta, hogy reménytelen ügy, igazából én nekem sem hiányzott, hogy majd egy szoci minisztertől vegyek át valamit, de rendben, ez a díj szakmai elismerés, fogjuk rá. El is feledkeztem róla. Persze, hogy nem kaptam meg. Csabától nemrég hallottam miért. A szocik nem tudták volna megfúrni a Táncsics díjamat, ugyanis az akkori szabályok szerint minden elismert újságíró szervezet jelölhetett valakiket, és abból a szoclip többségű kuratórium választott. De valakit a nem tetszők közül is el kellett fogadniuk. A Magyar Újságíró Közössége, tudván, hogy én nehéz eset leszek a szoclip számára, eleve csak engem jelölt, hogy ellenségeink kész tények elé legyenek állítva, és fogcsikorgatva bár, de elfogadják az én Táncsics díjamat. És mi történt? 6 díjat osztottak ki a hagyomány szerint. De a szocik úgy döntöttek, hogy abban az évben csak 5-öt adnak ki. És a 6. véletlenül én voltam.
Nagyon nem bántam, mert nem hiányzott a díj, főleg nem azoktól. 2013-ban a Magyar Újságírók Közössége Kósa Csaba vezetésével ismét fölterjesztett Táncsics díjra. Ő is úgy gondolta, most már egyszerűbb lesz, hiszen mégsem a szocik és a liberók vannak hatalmon. Illúzióink azért nem voltak. Főleg a szűrőbizottság után, ahol, mint utólag a legilletékesebbtől megtudtam, nem támogattak. Még az ATV állítólag Fidesz ellenes csillaga is több szavazatot kapott. Engem magukat nemzetinek, kereszténynek, hívők, hirdetők sem támogattak. Na mindegy, nem is számítottam másra. Igen, ám, de aztán egy este fölhívnak, és közlik a hírt, megkaptam a Táncsics díjat. Én voltam a leginkább meglepve, főleg a bizottsági balhé után. És mert én azért néhány nézőm nem tetszését is kiváltva, a kormányt is bírálni szoktam. Érted, haragszom, nem ellened. Érted? Hát, akik mégis mellém álltak Edinál, értették. A miniszter fölvállalta, aláírta, átadta kedves mosolyjal, kedves mondattal. És aztán pár órára rá az egész lefújva. Nem a Népszava főszerkesztőjének és a többieknek a reagálása lepett meg. Tőlük mit várhattam volna? Megszoktam, megedződtem 1991 kórógy védelme óta. De szemenszedett hazugságokkal, az én szavaimnak kifordításával, önkényes, eltorzított kiragadásokkal, műsoromból, szövegeimből sikerült megtéveszteni, félrevezetni minisztert, nagyköveteket, hazai és világmédiát, kormányokat. Amiket a számba adtak, amiket nekem tulajdonítottak, azok egyszerűen nem igazak. Az aljas támadások, ócsárlások, a rám szabadított pokol pedig alantas hazugságokra alapozódik. Nézzék nyugodtan vissza a műsoraimat, kedves engem gyalázók! Az viszont igaz, hogy valóban kiállok Palesztina mellett, ahogy kiáll Obama elnök is. Az is igaz, hogy bírálom a mostani izraeli kormányt, ahogy sok izraeli is. Igaz, hogy lelepleztem szeptember 11-e hazugságait, a Kennedy gyilkosság, a Haider gyilkossága, a Diana gyilkosság hátterét. És azt, mit művel a globális pénzügyi háttérhatalom a világban? Hát nekik ez fáj, ezért támadtak le, ezért gyaláznak saját médiumaik révén. Az egész aljas rágalom kampány célja megfélemlíteni azokat, akik lerántják a leplet e borzalmas világrendről. Elrettenteni azokat, akik leleplezik rettenetes uzsora uralmat. El akarják hallgattatni az igazságot. Bár csak ezred ennyit foglalkoznának a magyar verésekkel, a magyar üldözésekkel, Székelyföld autonómiájával, a magyar kisebbségek önrendelkezésével. De az nem érdekli őket. Én vagyok náci. Én bombáztam szét Irakot. Én vagyok fasiszta. Én gyilkolom az afgánokat. Én vagyok antiszemita? Én írtom a gázai szerencsétleneket? Én vagyok rasszista? Én nem engedtem, hogy Obama szülei az amerikai kontinensen keljenek egybe? Én vagyok szélsőséges? Én gyilkoltatom egymással a szíreket? Én csak ezt az aljas képmutatást leplezem le, élve az állítólagos demokrácia szabadságjogaival, a szólás szabadsággal, a vélemény szabadsággal. Ahogy azt is elfogadom, ha engem támadnak, mert minden vélemény fontos. De kérdem én, kedves nézőim, ha Brüsszelben, Washingtonban annyira aggódnak a magyarországi szólásszabadságért, véleményszabadságért, akkor miért avatkoznak be ilyen gátlástalanul egy egyszerű kis díj okán? Mitől félnek? Hiszen egy sajnos ellenségeink, vetétársaink által üldözött, korlátozott vételi lehetőségű kis magyar csatorna műsorának műsorvezetőjéről van szó. Én értem, Táncsics díjamért tiltakozik Izrael, az USA kormánya, Németország kormánya, Franciaország, stb. Miért olyan fontos ez nekik? Még az ENSZ-ben is vitát akarnak nyitni az én Táncsics díjamról. Hát nem nevetséges ez? Nem, tragikomikus. Ennek a pusztuló világrendnek az ön lelepleződése. Közröhely. Fölfújtak valamit hazugságok alapján, ami most már a fejükre nőtt, és tán bánják is, de nincs visszaút.
az egész világgal tudatták, hogy van egy kis magyar tévécsatorna, és van egy műsor, a Világpanoráma, amely ellen szuperhatalom, nagyhatalmak és háttérhatalom kénytelenek összefogni. Ez a szólásszabadság, a demokrácia, a másság. Ha én más vagyok, akkor már nem tetszik a másságom. Csodálom, hogy az én kis Táncsics díjam hatására nem esett pánikba a New York-i tőzsde. Nem szökött az egekbe a kőolaj hordonkénti, az arany unciánkénti ára. Az viszont nem lep meg, hogy a Fidesz európai parlamenti képviselője szinte ugyanazokkal a szavakkal gyalázott, titulált őrültnek, nácinak, mint a Népszava főszerkesztője. Holott jobboldali, nemzeti érzelmű magyar embereknek köszönheti jól jövedelmező képviselőségét. Engem nevez a Fidesz képviselője elmebetegnek. Sztalin és a szovjet diktátorok idejében ugyanezt tették a másként gondolkodókkal. Hiszen csak nemrég tüntette ki Orbán Viktor Vladimir Bukovszkit, akit a szovjet rezsim az őrültek házába zárt véleményéért. És akkor van képe egy fideszes európai parlamenti képviselőnek engem is gyalázni? Szovjet, kommunista, szocialista módszerrel? A globális háttérhatalom kezében birtokolja a világ pénzügyeit, mérvadó médiáját. Számára mindenki terrorista, aki elnyomott nemzetek, kisebbségek mellett lép fel. És most is beindult a lejárató gépezet. És az emberfia, ha akarna, sem bizonyíthatná igazát, mert elnyomják a hangját a gyalázkodó bömbölések. Átment ezen Ike professzor, David Duke, Marlon Brando, Mel Gibson, Mikis Theodorakis, Günter Grass, Kurt Waldheim, Solzhenitsyn, hogy csak a világhírességeket emlegessem, akik nálamnál sokkal erősebbek, levédettebbek, mégis megszenvedték a maguk módján ugyanezt a rágalom kampányt. Vagy idehaza Csurka István. A mi gyalázóink liberalizmusról, szabadságjogokról gajdolnak, de ők diktálnák, mit mondhat az ember, és mit nem. Szóval, kedves nézőim, engem csak egy dolog lep meg az ügyben, hogy sajnos milyen igazam volt, igazam van, amidőn a háttérhatalomról beszéltem, beszélek. Most éppen az én példámon leplezi le magát a háttérhatalom, s talán már bánja is, hogy ezt műveltette Sisere hadával. Tényleg minden igaz, amit szóltam, sőt, a helyzet még tragikusabb. Üzenem a budapesti amerikai nagykövetnek. Diadalittas jelentést küldhet Washingtonba. Az USA, a világ egyeduralkodó szuperhatalma, világra szóló győzelmet aratott Szaniszló Ferenc és a Táncsics díj fölött. Hadizsákmányként viheti a Táncsics díjat. De jó lenne, ha az amerikai nagykövet olykor a magyarok mellett is kiállna, nem csak a melegek és a cigányok mellett. Az izraeli nagykövetnek pedig üzenem, ünnepelhetnek az ellenem folytatott hatnapos háború végén. Izrael diadalmaskodott Szaniszló Ferenc fölött. Vihetik a Táncsics díjat. Persze vegyék el az amerikai nagykövettől. Mellesleg az izraeli nagykövet is tudhatná, nem én mondtam főnökéről, miniszterelnökéről azt, hogy elviselhetetlen alak, és vele kell napjában egyeztetni, hanem Sárközi, korábbi francia, és Obama, mai elnök. És amivel nyilatkozatában vádol az izraeli nagykövet, én antiszemita vagyok, Hamász vezetőhöz hasonlít. Lehet, hogy a nagykövet nincs mindenbe beavatva, mert az őszintjén nem kötelező, de amivel ő vádol, az igaz. Vészhelyzetben, ha mondjuk Irán atomcsapást készül mérni megtámadtatása miatt Izraelre, az izraelieket evakuálják, kitelepítik majd más országokba, így hazánkba is. Nem tudom, miért olyan meglepő ez Izrael budapesti nagykövetének, hiszen természetes önvédelmi reflex, vészterv. És hogy az ellenem folyó rágalomkampány hazugságokon alapszik, számít ez? Számít, hogy Irakot kőolajáért és édesvizéért nem létező tömegpusztító fegyverei és nem létező Al-Qaida kapcsolatai miatt foglalták el? Ünnepelhet a német kormány is a franciával együtt. Legyőzték ők is Szaniszlót, és az ENSZ közgyűlését sem kell már összehívni a világot érdeklő legfontosabb kérdés megvitatására, hogy visszaadja-e Szaniszló Ferenc a Táncsics díját, vagy sem. Tragikomédia.
ez bolygónk legaggasztóbb problémája? Ennyire félnek tőlem? A világpanorámától? Az Echo televíziótól? Az igazságtól? Igen, ez a gonosz háttéruralom eszközei, pénze, globális médiája és nemzetközi szervezetei megvásárolt vagy megfélemlített kormányok és pártok révén nácit csinál mindenkiből, akiből akar. Csak hát ugye a náci az a német nemzeti szocialista rövidített formája, mert annak idején Stalinnak nem tetszett, hogy tanítványa, egy időben szövetségese, Hitler is szocialistának nevezi magát és pártját. Nem, én nem vagyok náci, mert nem vagyok nemzeti szocialista, csak nemzeti érzelmű, a magyar érdekeket szemmel tartó polgár. Ha ez bűn, vállalom. Kedves nézőim, amiért rendkívüli világpanorámát látnak. Önök ismernek engem. Ez az egész aljasság megviselt ugyan, mint minden érző, gondolkodó embert, de meg nem tört. Az én személyem és általam nem kért, nem várt Táncsics díjam miatt példátlan nyomás nehezedik hazánkra. Szankcióktól sem riadna vissza az USA, Németország, Franciaország és a többi. Nem magától ugyan, de ez nem menti. Nem hagyom, nem hagyhatom, hogy Magyarországot ezzel az aljas indokkal tovább folytogassák. Különben sem vagyok hajlandó bemocskolódni e nemtelen álnok támadások miatt. Tudom, sokan állnak mögöttem, mellettem. Még a másik oldal tisztességesebbjei is. És megértik, hogy ilyen rettenetes túlerővel szemben értelmetlen, csak fölösleges erőpocsékolás, energiapazarlás egyedül kiállni. Megvívtam csatáimat, megvívom ezután is, mert ütközetet veszthetünk, de a hadjárat a miénk lesz. Ünnepeljen az USA, Izrael, Németország, Franciaország meg a többi, és itthoni csatlós hada. Nemzetem zsarolása, hazánk megfojtása árán nekem, kedves nézőim, a Táncsics díj nem kell. Tehát lemondok róla. Visszaadom azoknak, akik méltatlannak találtattak, hogy engem méltónak találjanak rá. Hát ezt akartam elmondani és megosztani önökkel. Találkozunk pénteken, a szokott időben, fönn a Hargitán. Viszontlátásra!